A mostani kísérletben a moha növényként vizsgáljuk meg. Ugye tudjuk, hogy ezek nem szövetes növények, ezért a levélkéjük egy sejtsoros. Megnézzük, hogy hogyan helyezkednek el a sejtek, és azt is megnézzük, hogy töménysó oldat hatására mi történik a sejtekben lévő sejtplazmával. Erre a tárgylemezre egy csepp vizet csöpöttettem, és most csipesszel és lándzsatű segítségével a moha növénykéről leszakítok egy levelet. Ezt az egy levelet rárakom a vízcseppre óvatosan, és a lándzsatű segítségével lefedem. Ugye ilyenkor a csepp széléhez helyezzük a fedőlemezt, alá tesszük a lándzsatűt, és szép lassan kihúzzuk a fedőlemez alól. Amikor a mintánk kész, akkor megnézzük a mikroszkóp alatt. Beteszem a mikroszkópba, és először a legkisebb nagyítással nézzük meg a moha növényke levelét, levélkéjét. Odafordítom ugye a legkisebb nagyítása. És ugye azt lehet látni, hogy egy sejtsoros a moha növényke levele, ugyanakkor a levélke közepén végig húzódik néhány sejtsor vastagsággal megnyúlt sejtek sora. Ezek meggyorsítják a növényke vízszállítását. Ha most megfordítjuk, ugye egy kicsit nagyítjuk tovább, akkor jól lehet látni a középső megnyúlt sejteket, és most a nagyítást a többi sejt miatt folytatjuk, ugye? És akkor most a középső sejtsor homályosan látszik, viszont jól látszanak a moha növényke sejtjei. Ugye szögletes sejteket látunk, rengeteg zöld színtesttel, tehát a növényke ugye a levélke segítségével fotoszintetizál. Emellett a levélke szélein ilyen hegyes nyúlványokat is látunk, azok is egy sejtnek a nyúlványai. Jó. És ha most ugye a moha levélke mellé csöppentünk, ugye egy 10%-os kálium-klorid oldatot, ugye ez az oldat a növény sejt plazmájának az oldatánál töményebb, tehát úgy hívják, hogy hipertóniás oldat, ezt ide csepegtetjük a fedőlemez széléhez, és utána ezzel a kis szűrőpapír csíkkal átszivatjuk, hogy mindenhol érje a növény levelét a só oldat. Most várunk egy pár percet, és pár perc múlva megvizsgáljuk a levelét. Most beteszem ugye a só oldatba áztatott moha növénykét a mikroszkópba, beállítjuk a nagyítást, mindjárt megtaláltuk, és akkor jól lehet látni, hogy a plazma összehúzódott, és egyre nagyobb világos foltokat látunk a sejtekben. A sejtek ugyanis ilyenkor vizet veszítenek, a töményebb só oldalba áramlik a víz, miközben a plazma zsugorodik. Ezt a jelenséget úgy hívjuk, hogy plazmolízis.